Mi történik akkor, hogyha a kúria döntése alapján mondjuk egy autó vagy fogyasztási cikk vásárló adósnak az ügyét nézzük meg, hiszen ott közjegyzői okiratok nem voltak. De ettől még, hogyha azt lehet mondani egy ilyen szerződése, hogy valóban deviza elszámolású szerződés, valami idegen devizához kötött, mert hiszen az sem biztos, hogy egyébként olyan tartalmú szerződés, de ha olyan tartalmú szerződés, akkor mit tudnak tenni ezek az emberek? Hiszen nagyon sok olyan ügy van, ahol már az autót elvették, eladták, és még mindig különböző bírósági eljárásokban kérik a hitelt felvevőktől a különbözetet, amivel a bank szerint még az adósok tartoznak. Na, ezekben az eljárásokban a bíráknak van dolguk. Az a dolguk a bíráknak, hogy megvizsgálják a szerződést, amire alapul a kereseti kérelem, megvizsgálják, hogy a kúria indoklása alapján ebben a szerződésben az elvárásoknak megfelelők-e a rendelkezések, és ha azt látja, hogy bizony az árfolyamrés nem szerepel sem a THM-ben, sem azon kívüli költségként, és tényleg az állapítható meg, hogy devizához kötött szerződésről van szó, akkor a bíróknak hivatalból kell a szerződés semmiségét vizsgálni. És hogyha azt látja, hogy van esély arra, hogy a szerződés semmis, akkor azt is meg kell tennie, hogy megnézi az adós eddig mit teljesített, a gépjárműből befolyt vételár mire nyújt fedezetet, és ha azt látja, hogy bizony akár visszafizetendő összeg is van az adós javára, hiszen ha semmis a szerződés, az eredeti állapotot helyre kell állítani, és csak a kapott forint alapján lehet ezt elbírálni, akkor fel kell hívnia jelen esetben az Alperest arra, hogy fontolja meg a viszontkereset előterjesztését, hiszen van esély arra, hogy visszajár neki pénz a rendelkezésre álló adatok alapján. Egyébként azt kérem mindenkitől, akinek autós szerződése van, és még fizeti, és a szerződés egyébként még hatályban van, hiszen a legtöbb autós szerződésnél a lejárat után még a pénzintézetek törlesztéseket követelnek, amit egyszerűen nem is ért senki, hogy milyen alapon, hát a szerződés megszűnik, az megszűnik, és az addig teljesített fizetésekkel visszafizette az adós a hitelt. Tehát akinél még hatályban van a szerződés, nem vitték el az autót, azok is vizsgálják meg ilyen szempontból, és ha azt látják, hogy nem felel meg a valóságnak az, hogy a THM-eket egy devizelszámolású gépjármű vagy fogyasztási cikk hitelben is szerepeltették volna, akkor ők is jelentsék be ez alapján a semmiséget a hitelnyújtóhoz, ha pedig már túl vannak az ügyön, már az autóját is elvitték, és mondjuk esetleg már bírósági eljárás van a többlettartozás érdekében, akkor úgy kell eljárni, hogy a bírónak dolga van, és ha nem teszi meg a bíró a dolgát, akkor ugye az alperesnek fel kell hívni a figyelmet. Ahol pedig elvitték az autót, de nem követelik még az adóstól a különbözet megfizetését, ott pedig be kell jelenteni a banknak, hogy semmi nemű további tartozása nincs, mert a szerződése, ha devizához kötött, akkor semmis. Úgyhogy ezeket javaslom az autós vagy fogyasztási hitellel rendelkező adósoknak megtenni.